Fejlesztések a nyírségben, 127 programban 25 milliárd forint uniós és hazai támogatást tudtak felhasználni. Kevesebb víz fogyott, csapadékos volt az idei év, éppen ezért jelentősen kisebb vízmennyiséget értékesített 2023-ban a Nyírségvíz ZRT, mint az elmúlt évben. Gazdasági növekedés eredményes éve volt Nagy Kállónak, jelentősen több iparűzési adó érkezett be az önkormányzathoz. Sikerekben gazdag évet tudhat maga mögött a nyírség, a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. 127 programban 25 milliárd forint uniós és hazai támogatást tudtak felhasználni, mondta 35 perc című műsorunkban Simon Miklós, a térségországgyűlési képviselője. A kormánypárti politikus szerint gazdasági, kulturális, oktatási, közlekedési és szociális területen is tudtak egyet előrelépni 2023-ban. Őszaladták át a felújított nyírbagáti görögkatolikus templomot, amelynek különlegessége, hogy a tornyát kilátóként is használhatják a látogatók. Ez volt az egyik olyan turisztikai fejlesztés, amely elkészült a választókerületben. Emellett a gazdaság más területein is volt fejlődés 2023-ban, mondta Simon Miklós. A gazdaságunk, hála Istennek, túlvészelte a nehéz időszakot, jelentősebb leépítések nélkül sikerült a mélyponton átlendülnünk, és miután a térségünkben a húzó ágazat az elektronikai ipar, a feldolgozóipar, ugye főleg a mezőgazdasági feldolgozóiparra gondolok, ez jelentős bővülésen van túl, ilyen formán állandósult a munkaerő hiány sajnálatos módon a térségben, de jó néhány átadás is megvalósult, munkahelyteremtés. Gondolok elsősorban, beszélhetnék a Transit Kft. Nyírbátori baromfi feldolgozó üzemének a bővítéséről, vagy az Unilever Hungary Kft.-nek a nyírbátori üzemcsarnok építéséről, illetve a tárolótorony átadásáról, amit Szijjártó miniszter úr abszolvált a nyáron. A közlekedés területén is jelentős változások történtek, nőtt például a kerékpárutak hossza is a választókerületben, összegezett az országgyűlési képviselő. Simon Miklós azt mondta, 25 milliárd forint támogatás hasznosult a térségben. 127 programban több mint 25 milliárd forint Európai Uniós és saját kormánytámogatott forrást tudtunk a választópolgárok, a honpolgárok hasznára fordítani. Orvosi rendelők, közösségi épületek, iskolák, óvodák felújításával, ipari parkok kialakításával, piacok, kerékpárutak és utak építésével. Nyírbátorban a református templom korszerűsítése indul, emellett a Bátori Múzeum rekonstrukciója is tart. Ez utóbbi 2 milliárdos program, és várhatóan 2024 végére készül el. Jelentősen kevesebb vízmennyiséget értékesített 2023-ban a Nyírségvíz ZRT, mint az elmúlt évben. A Vármegye 91 települését lefedő cég megbízott vezérigazgatója azt mondta, az elmúlt másfél évben jelentősen drágultak a szolgáltatás költségei. Emiatt jövőre mindenképpen díjemelésre kell számítani a közületeknek és a vállalkozásoknak. A lakosság ugyanakkor továbbra is rezsicsökkentett áron juthat hozzá az ivóvízhez. Szinte minden hétre jutott néhány zápor az idei nyáron. Az időjárás szöges ellentéte volt az egy évvel azelőttinek. A sok csapadék a lakossági igényen is megmutatkozott. Jóval kevesebb vizet értékesített idén a Nyírségvíz ZRT, mint 2022-ben, mondta el Könnyű Zsolt, a Vármegye 91 településén szolgáltató cég megbízott vezérigazgatója 35 perc című műsorunkban. Ez meglátszik a 23-as értékesítésünkben is, hogy nyári időszak az csapadékos volt, körülbelül egy olyan 16 millió köbméter ivóvizet terveztünk eladni, 15 millió köbméter szennyvizet tisztítunk meg ebből kifolyólag. Csökkent az értékesített mennyiség, csökkent a bevételünk, és olyan 2-300 millió forintra tehető éves viszonylatban ez az összeg.
Könnyű Zsolt hozzátette, az inflációs hatások ellenére a vármegye több pontján sikerült fejleszteni, ezáltal javítani az ivóvíz minőségét. Több éve tart már az vízminőségjavító projekt, programok voltak, amelyeknek a eredőjeként a felhasználók, a lakosok pozitív visszajelzést adtak, tehát ezek a fejlesztések eredményesek voltak, és kifelé megyünk már ebből. Idén két településen volt fejlesztés a térségben, Rakamasz térségében, illetve Demecserben lesz, ami még folytatódik a jövő évben. Ezeket mindenképpen mi szeretnénk, hogyha végbe mennének. Mi, mint üzemeltetők, azon vagyunk, hogy minél jobb, minél biztonságosabb módon tudjuk az ivóvizet eljuttatni és felhasználásra átadni a fogyasztók számára. A vízi közműszolgáltatáshoz 12 éve változatlan áron lehet hozzájutni, ez azonban jövőre változni fog. A lakosság 2024-ben is rezsicsökkentett áron vásárolhatja az ivóvizet, a közületeknek és vállalkozásoknak ugyanakkor többet kell majd fizetni. Ez főként amiatt van, mert a szolgáltatók energiaköltségei jelentősen megemelkedtek az orosz-ukrán háború kirobbanása óta. Ezt végtelenségig nem lehet, hogy 2011 óta nincs díjemelés, ezekből nem lehet hosszú távon rendszereket fenntartani, sem a működés, sem a pótlási felújítási forrásokat nem lehet biztosítani. Tudomásunk szerint 2024-től változnak majd a díjak. A vízi közműszolgáltatásról szóló törvény nemrégiben jelent meg, annak a módosítása pontosabban, amely lehetőséget biztosít a miniszter számára, hiszen ezek nem a cégtől függő események, hogy díjat megállapítsanak. Országosan egységes díj lesz a nem lakossági szegmensben, tehát ez azt jelenti, hogy az intézményeknek, közületeknek, vállalkozásoknak vélhetően 2024-ben magasabb díjon fogunk tudni szolgáltatni, ami arra mindenképpen szükséges, hogy megfelelő biztonsággal tudjunk működni, és az eszközöket is tudjuk pótolni, ami elengedhetetlen. Az egységes árak meghatározásáról a Magyar Országgyűlés dönt. Októberhez ért az év fontos eseményeit visszaidőző sorozatunk. Ebben a hónapban adtak át ipari területet Nyírtéten, és jelentették be, hogy bővíti kapacitását a Vásárosnaményi Swiss Krono. Felújították a Vajai vasútállomást, és elkészült Máté Szalka új bölcsődéje. Október elején fejeződött be az ipari park fejlesztése Nyírtéten. A közel 3 hektáros területet több mint 330 millió forintból korszerűsítették. Nem csak új raktár épült, a meglévő létesítményeket is felújították. Ezek mellett a park területén a teljes betonúthálózat is elkészült. Napjainkban készült el a beruházás. 2021-ben pályáztunk top projekt gazdaságfejlesztési program keretén belül. Egy elvárt igényt sikerült ezzel a projekttel megvalósítani, hiszen korszerűsíteni tudtuk a műhelyépületünket, raktárépületet tudtunk beépíteni, tűzvíztározót építettünk, valamint a teljes iparterületnek a belső úthálózatát sikerült szilárd burkolattal elrát. Újra vármegyei beruházás kapcsán érkezett Szijjártó Péter a Külgazdaság és Külügyminisztérium sajtótermébe október 3-án. A Vásárosnaményben működő svájci építőipari vállalat, a Swiss Krono Kft. Bővíti gyártókapacitását. A mintegy 160 munkavállalót alkalmazott cég OSB-lapok gyártásával foglalkozik. Filip Sándor polgármester a fővárosi sajtótájékoztatón arról beszélt, a cég szerves része Vásárosnamény gazdasági és társadalmi életének. 2010-ben bezárt a gyár és áthelyezte a termelést Ukrajnába, aztán az első sajnálatos orosz-ukrán konfliktus kapcsán 2015-ben visszakerült hozzánk az alapköltételt követően egy teljesen új alapokra épített gyár, amely az OSB lapgyártással folytatta a tevékenységét. Nagyon sok dolgozót vissza tudtak hívni a rendszerükbe, és ahogy érzékelhetjük és hallhatjuk, a gyár tovább fejlődik. A társadalmi szerepvállása óriási ennek a gyárnak, hiszen tudjuk azt, hogy bekapcsolódnak a város mindennapjaiba, ott vannak a rendezvényeinken, a városnapokon, az adventi programokban, és ott vannak minden olyan eseményen, ami a sporttal kapcsolatos, végre ezt is elértük. Ugyanakkor nem mehetünk el amellett sem, hogy Vásárosnemény a Berek szíve, az a központ, amely autóbusszal, vonattal jól megközelíthető, és abban is segített nekünk a gyár, hogy több helyen a város központban és az Ilki úton is autóbusz megállókat épített.
Felújították a Vaja-Rohod vasútállomást. Az épület teljes rekonstrukciója mellett magasabb peront alakítottak ki, megkönnyítve ezzel a fel- és leszállást. A fejlesztést a Magyar Falu programból kapott támogatásból a vasúttársaság, valamint a helyi önkormányzat végezte. Térfigyelő kamerarendszert helyeztünk el a MÁV épületén, illetve annak környezetét figyeljük, így a település közbiztonsága is javulhatott, illetve, ahogy fogalmaztam, egy szintet lépett a közszolgáltatás is az utazók részére, hiszen a peron szintjét is megemeltük a közfoglalkoztatottaink segítségével és a MÁV együttműködésével. Közel 80 méter hosszan, majd 30 cm emelkedett a peron szintje, így a fel- és leszállás a vonatokról nagyon sokat segített ez a peron emelés ezen. Októberben újult meg a Szőttes Népművészeti Ház is Paszabon. A beruházást a Magyar Falu programban valósították meg 24 millió forintból. Az átadó ünnepségen részt vett Tuzson Bence igazságügyi miniszter is. A tárcavezető ünnepi beszédében kiemelte, a paszabi szőttes a magyar kultúra fontos része, a hagyomány pedig kötelesség átadni a jövő generációjának. Ez a hagyomány azért jelentős, mert megőriz valamit Magyarország kultúrájából. És képes arra, hogy továbbadjon. Kodály Zoltán mondta egyszer azt, hogy a kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, hogyha a következő nemzedék újra és újra meg nem teremti magának. És igen, valóban, hogyha nem vagyunk képesek arra, hogy ezt a kultúrát továbbadjuk a gyerekeink számára, akkor bizony ez a kultúra el fog tűnni, és a gyerekeink nem tudják ezt a kultúrát ismételten megélni, újra teremteni, és ezáltal a folyamatosságát egy ilyen kultúrának biztosítani. Október közepén adták át Máté Szalka új bölcsődéjét. Az Angyalszány névre keresztelt intézménynek köszönhetően újabb 72 férőhelyen bővült a bölcsődei szolgáltatás a városban. Az új bölcsődében igény szerint sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadnak. A beruházást Európai Uniós forrásból és kormányzati támogatásból valósították meg. Az Angyalszárny bölcsőde egy modern 21. századi intézmény. Az egyik vendégünk úgy fogalmazott, hogy igazából egy mini város a városban. Nagyon méltó körülményeket teremtettünk a beiratkozó gyermekek számára. A bölcsőde már szeptember 1-től működik, egyelőre 4 csoporttal, de már most tervezzük az 5. csoport megindítását is, hiszen hála Istennek annyi a jelentkező szülő, illetve gyermek. Októberben avattak emléktáblát Farkas Schulz Tibor rocktörténész DJ műsorvezető tiszteletére Nyíregyházán. Schulz Magyarország egyik első hivatalos lemezlovasa. A nyíregyházi zenei élet egyik motorja volt. A helyi zenekarokról is könyvet írt. Amikor például a könyvét írta, akkor azt mondta, hogy azért kell leírni ezt, mert ezek az emberek megérdemlik, hogy maradjon fenn róluk valami. És én úgy gondolom, nem én, hanem mások, akik ezt eldöntötték, és létrehozták ezt a mai eseményt, meg kezdeményezték, támogatták, hogy amit ő tett, és ez közel sem csak arról szól, hogy a zene, egyáltalán nem, hogy annak alapján ezt ő is megérdemli. Az emléktáblát civil kezdeményezésre és felajánlással az önkormányzat támogatásával helyezték el a belvárosban. Az alkotást Turi Török Tibor, keszthelyi szobrászművész készítette. Eredményes évet zárt Nagykálló. Az ipari parkba érkező újabb befektetőknek köszönhetően tovább nőtt az iparűzési adóból származó bevétele az önkormányzatnak. A legjelentősebb fejlesztés 2024 év végére készülhet el a városban. 1,5 milliárd forintból építik fel a Kállai kettős rendezvényközpontot. Emellett a szociális bérlakás program és az útfejlesztések folytatását tervezi a városvezetés. A 2023-as év elején adták át ezt a gyártócsarnokot Nagykállóban. A fejlesztést egy megújuló energiával foglalkozó cég valósította meg Európai Uniós és kormányzati támogatás hozzájárulásával. Nem csak ez a beruházás történt azonban az elmúlt években a város ipari parkjában, egyre több cég vette birtokba a különböző területeket. Mindez azt is eredményezte, hogy folyamatosan nőttek az önkormányzat iparűzési adóbevételei, mondta el Horváth Tibor, Nagykálló polgármestere. Egészen eredményes évet tudhatunk magunk mögött. Ugye talán most kezd kibontakozni az a
ipari parki területeknek az értékesítése, annak az eredménye, és indulnak új üzemek, költöznek a városba új vállalkozások, úgyhogy az iparűzési adó bevételőink nekünk jelentősen nőttek, és ezáltal azt gondolom, hogy stabilan gazdálkodhattunk, illetve a kormány segítségével a normatív támogatásokban a többletköltségek igazából mind fedezete talált. Aktívak voltak az egyházak a fejlesztések területén Nagykállóban. A top turisztikai programban sikeresen pályázó nyíregyházi egyházmegye beruházásában megújult a város görögkatolikus temploma. A református egyház pedig a gyermeknevelésbe kapcsolódott be egy új bölcsőde kialakításával. A két csoportszobás intézményt októberben adták át. Nagykálló kulturális élete is jelentősen gazdagodni fog hamarosan. Novemberben ugyanis aláírták a kiviteli szerződését a Kállai Kettős Rendezvényközpontnak. A komplexumot 1,5 milliárd forintból építik fel. Már a területnek az előkészítése folyik. Reálisan azt gondolom, hogy amire belakhatjuk, az egy 1,5 év körülbelül. Egy év van az építkezésnek az elkészültére, és ha ez megvan, akkor utána várnénk ránk a konzorciumként az önkormányzat is feladat, ugye a környezetének a megszépítése, illetve a játszótér, egy új játszótér kialakítása a már megépülő rendezvényház mögött, úgyhogy eléggé összetett a dolog, de szerintem egy 1,5 éven belül már programokkal tudjuk várni a nagykállóiakat. Az önkormányzat az elmúlt hónapokban egyéb fejlesztésekre is sikeresen pályázott, a szociális bérlakások kialakításai és az útfelújítások is folytatódni fognak. Ennek az évnek a eredményeképpen még lesznek olyan kötelezettségeink, amiket teljesítenünk kell. Gondolok itt a szociális bérlakásnál 4 lakásnak ad otthont az épület, de a pályázat keretein belül csak 2 lehetett megvalósítani, ezt kívülbelül be kellene fejeznünk. Vannak útfejlesztéseink, amiket már nem lehet tovább húzni, úgyhogy én azt gondolom, hogy rengeteg feladatunk lesz a jövő évre vonatkozóan, és emellett ugyan a legfontosabb az, hogy a folyamatban levő pályázatainkat jól koordináljuk majd. Az elmúlt egy év a közösségi rendezvények területén is aktív volt Nagykállóban. Nagy sikerrel rendezték meg immár 38. alkalommal a Téka népművészeti tábort Harangodon, és a már szintén hagyományosnak számító Lecsó fesztiválra is rengetegen látogattak el. Sikeres évre tekinthetnek vissza a nyíregyházi sportcentrum úszói, Hatházi Dóra és Stankovics Anna a kínai egyetemi világjátékokon, Barna Bianca pedig a belgrádi junior Európa bajnokságon képviselte az egyesületet. Hosszú és rövid pályán is születtek bajnoki érmek, és több saját versenyt is rendezett a sportcentrum. Folyamatosan magasan van a mérce a nyíregyházi úszók előtt, köszönhetően az elmúlt évek eredményeinek. 2023-ban is érmekért ugrottak a medencébe a sportcentrum versenyzői az országos bajnokságokon. Hosszú pályán a Stankovics Anna, illetve a Hatházi Dóra versenyzés az mindenképpen kiemelendő. Éremben kicsit előrébb voltunk a tavalyi évhez képest a bronzérmekkel, tavaly ugye több negyedik helyezésünk volt. Eredményben a kevés volt a lányok teljesítménye a nemzetközi szerepléshez, de én azt gondolom, hogy úgy tudták ezt az évet átvinni az őszi szezonra, hogy jó reményekkel állunk neki esetleg olimpiai felkészülésnek, vagy világbajnoki felkészülésnek. A rövid pályaszezon ősszel az viszont egész jól sikerült. Annának sikerült megvédenie az országos bajnoki címét 50 mellen, és nem nagyon voltak rá veszéllyel. Az 50 méter gyorsan egyre jobban fejlődik, és halad az a cél felé, hogy szintén nemzetközi mezőnyre tudjon elérni. A Dóri Amerikában versenyzett az ősszel, és most örömteli a Virginiában volt egy 50 méteres verseny, ahol 10,24-et úszott, 200 pillanatban megnyerte a versenyszámot. Ezzel az idővel például US Open negyedik is lehetett volna, bár most az egyetem úgy döntött, hogy nem azon a versenyen vesznek részt. Én bízom benne, hogy tavasszal a hosszú pályán mérvadó lesz. A nyíregyházi úszók idén 2 alkalommal is elutazhattak Németországba. Stuttgarttal van jó kapcsolatunk, a otthoni egyesületnek szintén a mi úszodánkkal együtt új úszoda nyílt, és egy nagyon jó körülmények között lehet versenyezni. Voltunk ősszel és voltunk tavasszal is 2 különböző versenyen, 2 különböző korosztálya, tehát igyekeztünk azért a nagyok mellett a kicsiknek is lehetőséget adni. Ősszel fiatalabbak voltak, ugye cápa és delfin korosztályos, illetve gyermek korosztályú versenyzők. Valamint nyári
főversenyünk, ugye az ifjúság Európa-bajnokságról Bianca ismét válogatott kerettagként volt kint. Ugye az 50-es 100-200 mellett egyéni számaink kiúrúzta 400-as vegyesváltót, női vegyesváltóba versenyzett. Jelen pillanatban nem sikerült olyan jól, vagy ebben az évben nem sikerült olyan jól, mint tavaly, de nem lehetünk elégedetlenek. A nyíregyházi sportuszoda ebben az évben több versenynek is otthont adott. Két versenyen is többet rendeztünk, mint tavaly. Ugye itt az évelei, a tavaszi NSC kupa, a nyíregyházi sportcentrum kupa, illetve az őszi Szabolcs kupa mellett most már megrendeztünk egy Masters versenyt ősszel, októberben, ami nagy sikerrel zajlott, illetve Diák Olimpia regionális döntőt tudtunk csinálni, illetve évvégén volt egy házi évvégi versenyünk, amit rövid pályásra csináltunk, terveztünk, mert úgy gondolom, hogy az őszi szezon és a téli szezon rövid pályáról fog szólni jövőben. Mint Urvin Tamás elmondta, az a céljuk, hogy legyen nyíregyházi úszó a párizsi olimpián. Erre 50 méter gyorsan Stankovics Annának és 200 pillangón Hatházi Dórának lehet reális esélye. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Az idei évben 127 programban 25 milliárd forint uniós és hazai támogatást tudtak felhasználni, mondta a 35 perc című műsorunkban Simon Miklós, a nyírségi térség országgyűlési képviselője. A kormánypárti politikus szerint gazdasági, kulturális, oktatási, közlekedési és szociális területen is tudtak egyet előrelépni 2023-ban. Csapadékos volt az idei év, éppen ezért jelentősen kisebb vízmennyiséget értékesített 2023-ban a Nyírségvíz ZRT, mint tavaly. A Vármegye 91 települését lefedő cég megbízott vezérigazgatója azt mondta, az elmúlt másfél évben jelentősen drágultak a szolgáltatás költségei. Emiatt jövőre mindenképpen díjemelésre kell számítani a közületeknek és a vállalkozásoknak. A lakosság ugyanakkor továbbra is rezsicsökkentett áron juthat hozzá az ivóvízhez. 2024 év végére fejeződhet be a Kállai kettős rendezvényközpont építése Nagykállóban. Az 1400 négyzetméteres komplexumot és a környező infrastruktúrát 1,5 milliárd forintból valósítják meg. A város gazdaságilag is kiemelkedő éven van túl, az ipari parkba rendszeresen érkeznek az újabb befektetők, aminek köszönhetően folyamatosan emelkedik az iparűzési adóból származó bevétele az önkormányzatnak. December 29-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton Krónikával, vasárnap a Gazdasági Héttel várjuk majd Önöket, friss hírműsorral pedig legközelebb már 2024-ben hétfőn este jelentkezünk. Látogassanak el weboldalunkra is a most elhangzott tudósításokért. Munkatársaim nevében is békés, boldog új évet kívánok, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton napsütéses és felhős időszakok váltogatják egymást, a keleti országrészben esőre is lehet számítani. Napközben 6-8 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap már nem láthatjuk a napot, esős idővel búcsúzik az esztendő, a legmagasabb hőmérséklet 5-7 fok körül várható.